Ma még csend és nyugalom uralkodik az intézményekben, de hamarosan ismét gyerekzsivajtól lesznek hangosak Pakson az óvodák és a bölcsöde. Március közepén rendelték el a rendkívüli szünetet ezekben az intézményekben, ám a legújabb kormányrendelet értelmében május 25-én újra nyithatnak. Az önkormányzat által fenntartott bölcsöde és óvodák ki fognak nyitni, és ismét a veszélyhelyzet előtti szokásos, normál menetrendben fognak működni. Minden egészséges gyermek előtt nyitva állnak a paksi önkormányzati óvodák és a bölcsöde. Nem csak az eddig ügyeletet biztosító székhelyi intézmények, hanem a tagóvodák is kinyitnak hétfőtől. Bátaszéken is hasonló a helyzet, hiszen itt a jelenleg 226 beiratkozott gyerekből 150-en már hétfőtől visszatérhetnek az óvodába. Az intézmény a veszélyhelyzet ideje alatt sem hagyta cserben a gyerekeket és dolgozó szüleiket, hiszen ügyeletet tartottak. A veszélyhelyzet miatti biztonsági intézkedésekhez az önkormányzat nyújtott segítséget a fertőtlenítő és egyéb védőszerekkel. 30-35 közötti létszámunk van jelenleg. Egy csoportba 5 kisgyerek elhelyezése lehetséges. Ezt mi úgy oldottuk meg, hogy lehetőség szerint azokat a gyerekeket, akik egy csoportba járnak, mindenképpen egy csoportba tettük, hogy ismerősök legyenek, együtt tudjanak játszani. A kormányrendelet szerint a bölcsödék és óvodák nyáron 2 hét szünetet tarthatnak, de ezen kívül egész nyáron fogadják a gyerekeket.